Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A keresztény életről fogok egy kicsit beszélni. A keresztény életnek egy-egy hétköznapi pillanatképét villantom föl. Egy-egy küzdelmet, feladatot, és próbálunk kapaszkodókat keresni. Hiszen hitünkkel kapcsolatban gyakran gödörbe kerülhetünk, ez bármelyikünkkel megtörténhet, és akkor jól jönnek a kapaszkodók, hogy ki tudjunk valahogy mászni a gödörből. Sokszor nem könnyű haladni az úton. Néha úgy érezzük, mintha vakon vezetnénk, sötétség vesz körül. Hogyan tudunk ilyenkor bízni Istenben? Ilyenkor jól jön a konkrét segítség, hogy hogyan tovább. Az úton való haladás ilyen is lehet. Könnyed, szabad. Ha jó úton vagyunk, akkor ezt élhetjük meg, hogy megtaláltuk az élet célunkat. És ebben a haladásban nincsen céltalan bolyongás. Ehhez fontos, hogy célokat tűzzünk ki. De a céljainknak az identitásunkból kell fakadnia, az identitásunknak meg az értékrendből. Tehát első az értékrend, ebből fakad az identitásunk, hogy kik vagyunk mi, és ebből jönnek a céljaink, hogy hogyan érjük el, amit szeretnénk. Ezt a sorrendet nem lehet felcserélni. Tehát ha tudom, hogy milyen értékrend szerint akarok élni, például Isten, nemzet, család, ezek legfőbb értékeim, akkor meg kell keresni, hogy ezen belül ki vagyok én. Az egyház Krisztus teste, sok tagja van. Én melyik tag vagyok? Ki vagyok én az egyházban? Meg kell találnom az identitásomat az egyházon belül. Kis Szent Teréz úgy fogalmazta meg a saját identitását az egyházban, hogy anyámnak, az egyháznak szívében én leszek a szeretet. És ebből következik a hivatásunk. Férj, feleség, anya, apa, pap, szerzetes, a foglalkozásunk is, orvos, tanár. És nagyon fontos a közösség választásunk is. Választani kell egy keresztény közösséget, ami erősíti ezt az identitást. És amikor megtaláltuk és fölépítettük az identitásunkat, akkor ezt kell lebontani valahogy a hétköznapi életre, ebből következnek a céljaink. Hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat? Hogyan szeretnénk az értékrendünk és a hivatásunk szerint élni? Még jobb anya akarok lenni, még jobb pap akarok lenni, még jobb mérnök, még jobb keresztény akarok lenni. Hogyan lehetünk még jobb keresztények? Az egyháznak kincsestára van, kincsei vannak. A célokat, igen. Az egyházat elképzelhetjük egy kincses kamrának, ahonnan bármikor, bármilyen kincset vehetünk magunkhoz, amit csak akarunk. Ezt a lehetőséget kár lenne kihagyni. Ezek a kincsek Isten ajándékai, a kegyelemből fakadnak. Ingyenes és kimeríthetetlen forrás. Az ingyenes azt jelenti, hogy kiérdemelhetetlen. Ha elkezdenénk írogatni egy naplóban jó tetteinket, Isten valószínűleg azon mosolyogna, mert nincs annyi jó tett, amivel a bűneinket jóvá tudnánk tenni. És ingyenes ajándék az üdvösség és a megváltás. A kegyelem legfőbb forrásai a szentségek. Most két szentségre szeretném a figyelmet felhívni, a bűnbocsánat szentségére és az eukarisztiára. A bűnbocsánat szentsége óriási kincs. Olyan, mintha börtönből szabadulnánk meg. Akiknek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, mondja Jézus az apostoloknak. Ezt a hatalmat adta a papoknak. És a feloltozáskor elhangzik, hogy Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével.
Óriási értéke van ezeknek a szavaknak, mert ez tényleg megtörténik, tényleg megbocsátja Isten a bűneinket. Ezzel a mondattal, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, ez is mutatja, hogy Jézus valamiért nem hangfelvételt vagy videófelvételt hagyott maga után, nem is könyvet írt, hanem beszélgető embereket hagyott hátra, akikhez fordulhatunk bizalommal. Érdemes lelki vezetőt választani, akinek elmondhatjuk a bűneinket, az életünk eseményeit, és így együtt sokkal könnyebb megoldani. A következő, a bűnbocsánat szentségének a gyümölcse, a szív tisztasága. Ha egyetlen tanítást vagy gondolatot adhatnék át a gyermekeimnek az életben, ez lenne. A legnagyobb kincsed a tiszta szív, mert csak így lehetsz igazán boldog. Bármi vesz is körül, nagy szenvedések, vihar közepette is lehet boldognak lenni, ha a szívünk tiszta. És fordítva, a legnagyobb jólétben, boldogságban, vagy jólétben és gazdagságban is lehet boldogtalannak lenni, hogyha nem tiszta a szívünk. A gyónás, a bűnbocsánat szentsége visszaadja a szívnek ezt a tisztaságát. De ezért ne legyünk elbizakodottak, hogy hát majd úgyis meggyónom, hiszen a bűneinknek következményei vannak. És a gyónás eltörli a bűnt, de a következményeit azt nem. Halálunk után ezért hitünk szerint a tisztító helyre kerülünk, ahol a bűneink következményeiért engesztelhetünk. De már az itt a Földön is engesztelhetünk a saját és mások bűneinkért. Ennek két módja van. Az egyik a szenvedéseink felajánlása. A szenvedésre tekinthetünk értékként, amit felajánlhatunk magunk és mások bűneiért. Van az a mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Hát így van, a szenvedés által lelki edzettségre tehetünk szert. A másik lehetőség a teljes búcsú. A búcsúnyerési lehetőségek is az egyház kincsei. Éljünk ezekkel a kincsekkel. Felajánlhatjuk magunk vagy elhunytjaink számára, és ez eltörni a bűneinket is, és az ideig tartó büntetést is. Bűneinknek nem csak ránk nézve vannak következményei. Gondolnunk kell az utánunk jövő felnövekvő generációra. Megőrizni számukra a Földet, Istentől kapott otthonunkat. A teremtésvédelem kötelességünk is, és egyfajta gondolkodásmóddá kell, hogy váljon, hivatássá. Ebbe beletartozik az önkorlátozás, ami lehet, hogy elsőre nem egy szimpatikus kifejezés, de felfoghatjuk egyfajta bőjtként is. Viannei Szent János életrajzában olvashatjuk, hogy nagyon keveset evett, és általában lefőzött egy adag főtt krumplit, és egész héten azt eszegette. Volt, hogy vendégek érkeztek hozzá, és nem tudta őket mivel megkínálni, csak a lefőzött főtt krumpli valami már kicsit penészes is volt, és hát a vendégek nem akartak belőle enni, ő evett belőle három szemet, és elment misézni, és mondta, hogy hát lássátok el valahogy magatokat. És a vendégek tudtak szerezni olajat, lisztet, sütöttek egy kis fánkot, és két galambot levágtak, és azt megsütötték maguknak. És mikor Viennai János visszatért, akkor nem akart tenni a galambokból, mert megsajnálta őket. Tehát valahogy egy ilyen lelkiség az önkorlátozás. Manapság szívesen követünk különféle divatos diétákat. Az egyházban hagyománya van a böjtnek, és lehet hívő, imádságos lélekkel megélni, hogy kevesebb húst teszek, kevesebbet autózok, kevesebb kényelemre tartok igényt. A megbocsátásról Jézus sokat beszél, hogy nem csak ő, nem csak Isten bocsát meg nekünk, hanem mi is bocsássunk meg másoknak. Máté evangéliumában ezt mondja, ha áldozatot mutatsz be az oltárnál a templomban, és eszedbe jut, hogy valakinek valami baja van veled, hajd ott az áldozatot az oltárnál, menj és békülj ki azzal a személlyel,
aztán gyere és ajánld fel áldozatodat Istennek. Példabeszédet is mond a nem megbocsátó adósról. Egy férfi, aki adóssággal tartozik egy királynak. A király elengedi az adósságot, de a férfi nem enged el egy kis tartozást, amivel egy másik ember neki tartozik. És Jézus maga is a kereszten azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Valószínűleg nem véletlenül mondta ki hangosan ezeket a szavakat. Ezzel mutatott példát nekünk. Vajon mi meg tudunk-e bocsátani, amikor az emberek éppen keresztre feszítenek? Sokkal kisebb dolgokat is tök nehezen tudunk megbocsátani. Ha a szomszéd átpermetez, vagy csak átér a faág, őrizgetjük kis tüskéinket, nem látjuk meg a saját szemünkben a gerendát. A magyar nyelv szépen mondja, hogy mérges valakire. Bizony a harag minket mérgez, nem azt, akire haragszunk. Meglepő, hogy külön szó van erre, haragos. A haragosom, mintha egy családtag lenne. Sokszor már nem is tudjuk, miért haragszunk egymásra. El kell ezeket engedni a saját lelki békénk érdekében. Milyen nagy erény, ha valaki képes könnyen, szívből azonnal megbocsátani. A nagy lelkű emberek erénye ez. Jézus azt mondja, 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani. Az eukarisztia, az oltári szentség, hatalmas kincs, felfoghatatlan. Szent Tarzícius gyermekként már megértette, hogy ez mekkora kincs, és az élete árán is őrizte. Isten fia így akart velünk maradni. Kézzelfogható, kiszolgáltatott módon osztogatja magát. Mennyire más megélni a hétköznapokat Krisztussal a szívünkben. A hétköznapi szentmiséknek óriási értéke van. Aki teheti, az legalább egy hétköznapi szentmisére is menjen el hetente. Pap Miklós, görögkatolikus pap, előadásában hallottam, engem tanított is a teológián, hogy a nyugdíjas férfiakra mennyire oda kell figyelni, mert nyugdíjas nők, nyugdíjazzák őket, akkor csak megtalálják otthon a helyüket. De hogy a férfiak elvesznek, hogy nincs hova bevenniük, dolgozni, nincs meg a napirend, miért öltözzön föl, elhanyagolhatják magukat. És Miklós atya mondja, hogy milyen jó a napi szentmise, hogy biztatni szokta a nyugdíjas férfiakat, hogy a napi szentmisére legalább arra fölöltözik, rendbe szedi magát, és elmegy a szentmisére. És a gyakori áldozás megment minket a nagyobb bűnöktől, a kétségbeeséstől is. Tudunk-e önzetlenül szeretni? Olyan szeretettel, ami semmit nem vár cserébe. Tudunk-e úgy szeretni, mint Jézus? Vajon tudok-e úgy jót tenni, hogy nem várok hálát, köszönetet? Egy ágostonos apáca rendi elmondata, hogy tégy jót és tűnj el. Szülőként nem hánytorgatom-e fel, hogy én mindent megtettem, érted, fiam? Te meg hogy viselkedsz? Vagy a barátomnak, hogy felhasogatom neked a fát, de te is majd segítesz, hogyha kell. Jézus azt mondja, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jók, milyen jutalmat érdemeltek. Jézus arra biztat, hogy tegyünk jót ellenségeinkkel is. A saját megtérésünk milyen fontos, hogy szívből Isten felé forduljunk, beleállni az ő tervébe, mellette dönteni, bátran rálépni erre az útra. És így az identitásunkat, célunkat, céljainkat, terveinket Isten akaratához igazítani. Életünk üdvösség történet. Semmi sem történt benne véletlenül. Erre mondják, hogy Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni. Ez pont azt jelenti, hogy bármi is történt velünk, bármit is tettünk, az mind az üdvösség történetünk része. Isten fel tudja használni, jóvá tudja tenni,
megszentelni a szenvedésünket, és minden által maga felé vonzani bennünket. És nem csak a saját megtérésünk fontos, valamiért nem jól. Hanem mások megtérésén is érdemes fáradozni. Nem csak a szentek képesek másokat megszólítani az életükkel. Jézus azt mondja, legyetek szentek. Ez feladat. Eszembe jut egy kedves papismerősöm, Misi atya, aki a megtéréséről beszélt, és azt mondta, hogy az evangéliumot olvasva arra jött rá, hogy el kell kezdenie szeretni. És már papként jött erre rá, és azt mondta, hogy elkezdtem szeretni a buszsofőrt, a szomszédot, a híveket, és hogy ez változást indított el embereknél. Így térhetnek meg emberek, hogy látják, tapasztalják Isten szeretetét mi általunk. Nem csak a bűn terjed, hanem a szeretet, a jó tettek, a jó indulat is lehet ragályos. És végül az imádságra hívnám fel a figyelmet, mint a házasság, hogy az Istennel kapcsolatban, itt Istennel kapcsolatban is nagyon fontos az állandó kommunikáció, az állandó beszélgetés, a csacsogásnak a közege. Ha a házasságra gondolunk, hogy mindenről beszéljenek egymással a házastársak napi szinten, és akkor egy-egy nehézségnél sokkal nehezebb összeveszni. Tehát, hogyha nincs meg ez a kommunikáció, akkor könnyebben összevesznek a házastársak is. Így van ez az imádsággal is. Ha nem vagyunk napi élő kapcsolatban Istennel, akkor egy-egy nehezebb életesemény könnyen kibillenthet. Ilyenkor hangzanak el ezek a mondatok. Miért engedte ezt meg Isten? Miért pont velem történik ez? Pedig jobban megérthetnénk életünk eseményeit, ha figyelünk Isten szavára, ha állandó kapcsolatban vagyunk vele, mert akkor tudjuk életünk eseményeit valahogy az ő szemével látni, és jobban megérteni ránk vonatkozó akaratát és tervét. Köszönöm a figyelmet!